Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mi az aktuális energia, hogyan viszonyul hozzád, mi a terve, mi várható a közeljövőben, mire számíthatsz. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez az özvegy asszony jelenthet egy idősebb hölgyet, mint például az anyukáját. Az is lehet, hogy volt egy haláleset a családban, és ez elszomorítja őt. Viszont mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a kép utalhat arra, hogy szomorú vagy, egyedül érzed magadat. Itt a gyermek jelentheti a családot, a gyermekeket, de ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, hogy elmúlik ez a szomorúság, és lesz egy új kezdet. Sőt, utalhat a te ártatlanságodra, vagy az ő ártatlanságára. Itt látható ez az állandóság, és az jelent egy stabil párkapcsolatot. Ez az ő terve, vagy ez a te kívánságod. Ez a kártya utal gyakran a munkára, a hivatásra is, és előfordulhat, hogy itt lesz egy munkahelyi változás. Itt a tolvaj segíteni tud eltávolítani a szomorúságot, az egyedüllétet. Persze azt is jelentheti, hogy lesz egy munkahelyi változás, a tolvaj eltávolítja ezt a munkát, és akkor lesz egy új kezdet. Itt látható ez a ház, ez utal az otthonodra, vagy az övére, ez lehet egy látogatás is, vagy jelenti a szülői házat, a környezetet, a rokonokat, és a tolvaj eltávolíthat itt bizonyos kapcsolatokat. Vagy ügyelj arra, hogy ki jön hozzád, hiszen előfordulhat, hogy valakinek van egy ilyen szándéka, hogy ellopjon tőled valamit. Ez nem csak a pénzt jelentheti, hanem például, hogy rabolja az idődet, vagy az energiádat. De a szomorúság és ez a tolvaj eltűnik, hiszen hamarosan látható itt egy meglepetés, egy váratlan öröm, javul a helyzet. A kutya jelenti a hűséget, jelenti a barátságokat is. Ez egy öröm, hogy ő hűséges hozzád. De ha barátokról, ismerősökről van szó, akkor előfordulhat az, hogy bizonyos kapcsolatok itt lezáródnak. Hiszen a tolvaj eltávolítja a barátot. Itt lesz egy levél, vagy egy szerződés. Mivel itt a munka jelenik meg, ez lehet egy munkahelyi szerződés is. És ez a hír örömteli, hiszen itt látható ez a meglepetés, ez a váratlan öröm. Sőt, ez a levél lehet egy meghívás is, egy ünnepség, és itt megjelenik a család. Nem csak ez a jó hír látható itt, hanem egy ajándék. Ő megajándékoz téged. Várható valami örömteli. Ez a férfi hűséges, és szeretne meglátogatni téged. A szomorúság elmúlik, lesz egy új kezdet, és ez a kép nem csak a munkát jelenti, hanem a biztonság érzetét, tehát lesz egy tartós párkapcsolat. És most megnézzük a jövőt, mi várható a következő hetekben, mire számíthatsz. Itt szerencse látható. Egy kellemes meglepetés. Vagy jelentheti a te szépségedet is, vagy egy szép környezetet. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ugyanúgy, mint itt az állandóság. A horgony az utal gyakran a munkára, a hivatásra. És itt a virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy saját cég kiépítését. Ha ilyen terveid vannak, akkor indíthatsz, hiszen ez szerencsét hoz. Ami a szerelmi ügyeket illeti, itt van az ajándék, egy jó hír, az örvendezés, egy stabil párkapcsolat, egy ajándék, és itt látható a szerencse is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!